feltámadás lángja, hatodik sugarú aktivitás. Aurelia Louise Jones a Hét szakrális láng című könyvéből fordította a Hatejer Emese. A beszélgetés végén van meditáció, kérlek, lazulj majd el, és közreműködj te is. Mit tervezel számunkra mára? Adama a feltámadás lángjáról szeretne beszélni, és annak gyógyító attribútumairól. Ez a csodálatos láng nem ismert az emberek többségének ebben a dimenzióban, még azoknak sem, akik hallottak erről. Gyakran nem tudják, hogy hogyan használják ezt. A feltámadás lángja egyike Isten hét fő sugarának, ami elérhető az embereknek ezen a bolygón az idők kezdete óta. Ennek saját tevékenysége van, de szintén hordozza magában a gyógyítás aspektusát is. Ebben az időben az egész világnak kétségbe esetten gyógyítás számos szintjére és fajtájára van szüksége. Mielőtt teljesek lehetnénk, és kifejezhetnénk az én vagyok teljességét, önmagunk számos aspektusát kell meggyógyítanunk, a legmélyebb szintekig, a beteljesülésig. Az emberek annyira különböző módokon hallanak a harmadik dimenzióban a gyógyulásról, de a valódi és igazi gyógyulás kevéssé érthető számukra. Valójában annak érdekében, hogy megértsétek a valódi gyógyulást, bölcs dolog lenne megismerni Isten hét fő lángjának a jellemzőit, amik folyamatosan áramlanak ezen a bolygón, táplálva és fenntartva az életet. A megértés az, amit Adama egy magasabb szinten a gyógyulásról kíván közvetíteni ezen a napon. A valódi gyógyulás nem csak egy átmeneti megoldás, amelyet véglegesen későbbi időpontban kell megoldani. A feltámadás lángja egy másik rendkívüli eszköz más eszközök között, amely szabadon elérhető, könnyű felhasználni, és nagyon hatásos. Sajnos az emberek többsége nem használja, mert a tudást elfelejtették. A nagy Jáde templom energiái és a hevítés ötödik sugarú smaragdzöld vibrációja az egyik eszköz, de sok más bámulatba ejtő eszköz is van még. Minél tudatosabbá válunk ezekről az eszközökről, és minél többet használjuk őket, annál többet tudunk könnyedén és kegyelemmel átalakítani az életünkben. Adama a feltámadás lángjának még nagyobb megértését kívánja most átadni nekünk, megvitatjuk az elektronokat, és azt, hogy hogyan tudjuk megemelni a tudatosságunkat azáltal, hogy felhasználjuk ezeket az eszközöket. Egy héten 7 nap van, 7 hangjegy van a zenei skálán, 7 fő csakra, 7 fő endokrin mirigyünk, 7 fő szerv és rendszer a testben, stb. Stb. A lista nagyon hosszú. Összeállt a kép? Mindegyik ezeknek a sugaraknak egy adott szintrezgést képvisel, és kapcsolódik azokhoz,
amiket megneveztem. Például a hét minden napját a sugarak egyikének energiája erősíti. A megfelelő színrezgése. A zenei oktávban minden egyes hangjegy egy meghatározott színt és sugár energiát képvisel. A hét mirigy és hét főszerv mindegyike a testetekben összekapcsolódik a hét fő csakra egyikével, amelyek viszont a hét sugár egyikéhez kapcsolódnak. A feltámadás lángja valami, amit az örökké valóságon keresztül használhattok, és mindig hasznot húzhattok ebből. És most jöjjön Adama. Üdvözletem, legkedvesebb barátaim, itt a barátotok és mentorotok Adama. Nagy öröm számomra és a csapatomnak, hogy ma is veletek lehetünk, hogy a bölcsesség és tudás gyöngyeit képviselhetjük azoknak, akik ki akarják terjeszteni a tudatosságukat és az Isten csodálatos attribútumainak megértését. Itt vagyok a feltámadás lángjának őrzőivel, Jézussal, Szananda nagyúr, és szeretett Nadájával, akit a világotokban Mária Magdolnaként ismertek az utolsó inkarnációjában. Eljöttek, hogy kisugározzák a szeretetük ragyogását mindannyiótok számára, és megosszák veletek az igazságot, amelyet hosszú időn át távol tartottak tőletek. Amit tanítottak nektek az igazság Istenről és az istenségetekről, a rövid megtestesülésetek alatt nagyon korlátozott, összehasonlítva azzal, ami tudásként elérhető. Sok tudás áll rendelkezésetekre ma, hogy megismerjétek és megértsétek a tudatosságotok kibontakozásáért. Legtöbben több ezer megtestesülést tapasztaltak ezen a bolygón, és a jelenlegi inkarnációtokban az igazi tudás csak néhány gyöngyszemét mutatták be számotokra. Ez most megváltozik. Ma meg fogunk osztani ezen spirituális kincsek közül egy másikat, hogy segítsük a gyógyulásotokat. A feltámadás lángja nem csak egy gyógyító láng. Tevékenységi területe hatalmas, és rövid időn belül csak egy általános megértést tudunk lefedni. A feltámadás lángja volt az, amit Jézus Mester 2000 évvel ezelőtt arra használt, hogy a keresztre feszítés után feltámassza a testét. Csak ennek egyedül már adnia kell nektek egy forró nyomot erről. Amikor ennek nagyobb jelentésén elmélkedtek, hogy mit is jelent igazából a feltámadás. Amit ez a nagy avatár tett, ez nektek is működne. Ezen láng attribútumai nem csökkentek le, éppen ellenkezőleg azóta egyre nagyobb impulzust kapott. Habár ez a láng mindig aktív, azért a húsvéti időszak az, amikor az energiája az emberiség javára megduplázódik. A feltámadás lángja, mint hatodik sugarú tevékenység szintén kifejezi az önzetlen szolgálat és az odaadás energiáit. Ez az, amit Jézus kifejezett és képviselt az életével és az emberiségnek nyújtott önzetlen szolgálatával. Ebben a szent hivatásban maradt a vízöntő korszak rendelkezésére. A feltámadás lángjával kapcsolatos tapasztalata nem volt egyedülálló, egyszerűen tudta, hogyan kell használni ennek életadó energiáit. Most, hogy a tudatosságotokat a megértés egy nagyobb szintjére fejlesztettétek, fontos számotokra, hogy elkezdjétek használni ezen lángot a saját transformációtokért. Számos eszköz áll rendelkezésetekre az életetek megkönnyítésére és a fejlődési utatok felgyorsítására. Egyszerűen tisztában kell lennetek velük, és szorgalmasan felhasználni őket minden nap. Amikor vágytok a testetek meggyógyítására, a feltámadás láng energiáját használjátok fel, hogy elérjétek azt, hogy sokkal magasabb frekvenciát visztek be a testetekbe, mint amit már hordoztok. A felszínes, felületes, ideiglenes gyógyulás nem az, amit igazán akartok. Szükségetek van valamire, ami felemelő és állandó. Akarjátok a gyógyulásotokat, hogy tükrözze az isteni tökéletességeteket. Amikor
Jézus Mester azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Nem inkarnációban lévő emberi énjéről beszélt. A mindenható én vagyok isteni törvényét tanította, ami a megszentelt szívetekben él, amit még nem fejeztetek ki, a tudatosságotok jelenlegi állapotában. Megértve, hogy a feltámadás láng egy olyan energia, ami könnyedén felhasználható, és az előnyötökre válik azáltal, hogy erre összpontosítotok, invokáljátok ezt, és játszotok ezzel. Legyetek kreatívak. Hihetetlenül hangzik számunkra. Amíg Aurélia nem említette, soha nem hallottunk róla. Hogyan tudjuk az életünkben ezt működtetni? Ez egyike Isten számos attribútumának, olyan tulajdonság az attribútum, amely elválaszthatatlanul hozzátartozik valamihez vagy valakihez. Feltámaszthatjátok a pénzügyeiteket, feltámaszthatjátok testeteket, feltámaszthatjátok a családi harmóniát, és nagy számú dolgot fel tudtok támasztani még, amit ki akartok terjeszteni, bővíteni az életetekben. Használhatjátok az én vagyok szavait, tudva, hogy ez önmagatok korlátlan aspektusa, vagy mondhatok valami olyasmit, hogy a lényem isteniségéből előhívlak most, hogy megkapjam a feltámadási láng nagy infúzióját minden sejtembe, atomomba, elektromba, a fizikai testemben, az érzelmi testemben, a mentális testemben, az éteri testembe, a test elementájába, és az összes finom testeimbe. Megkívánom gyógyítani és feltámasztani az életem összes aspektusát. Nevezd meg egyéb dolgokat, amiket személyesen felkívánsz támasztani, mint például a pénzügyek, tehetségek, emlékezet, harmónia, stb. Stb. Az égvilágon semmi nem korlátoz le, hogy hogyan használd ezt az energiát. Ha bármiféle hiányt tapasztalsz az életedben, ha a tested nincs a fényes és halhatatlan állapotában, ha még nem manifestál teljes isteni szépséget, fiatalságot és tökéletességet, ez azt jelenti, hogy a fizikai szerkezetedet alkotó elektronok még mindig torzulást szenvednek. Hívd a felemelkedési lángot, hogy a segítségedre siessen. A dimenziótokban, ahol az energia sokkal lassabban mozog, nem úgy, mint a miénkben, ahol is a teremtés majdnem hogy azonnali, arra kell összpontosítani, hogy mit szeretnétek létrehozni, érdemes naponta többször, amíg el nem éritek a kívánt eredményt. Szükséges hozzárendelnetek ehhez a szeretetet és a hálaérzését, miközben a teremtésetekre fókuszáltok. Ha csak egyszer összpontosítotok erre, a lehetőségetek, a manifestálásának, annak, amit akartok, meglehetősen karcsú lesz. Nem az a kérés, hogy a megerősítéseket papagáj módjára ismételjétek meg, hanem küldjétek a szereteteteket az egész napon keresztül, amikor az üzletelni mentek, vagy dolgoztok, teljesen tudva, hogy a teremtés a szeretetetek és szándékotok révén manifestálódik. Ez az, ahogyan a manifestáció törvénye működik. Ha azt választjátok, hogy megerősítéseket csináltok, amelyek nagyon hasznosak, legyetek biztosak benne, hogy mikor megismétlitek őket, nem könyörgésként vagy robot módjára teszitek, hanem a szeretetteli szándék kinyilvánításának egy állapotában, az érzelmek teljes intenzitásával, a szívetekből, megtelítődve a vágyatok tárgyával, a lehető legnagyobb hittel és hálával, amennyire csak lehetséges. Mindig segítségetekre lehet, ha vizualizáljátok a feltámadási lángot egy arany, narancssárgás, bíbor energiaként, foszforeszkáló színekben, mint a nap lemente. Tegyétek ezt valódivá. Adjatok életet ennek a szívetekben és elmétekben, mert ahogyan vizualizáljátok ezt, azzá válik. Ha gyógyulást akarsz, oltsd be ezt ezzel a lánggal.
a gondot, amit meg akarsz gyógyítani, és győződj meg róla, hogy elég hosszú ideig megtartod a gondolataidban a kívánt eredményt, amire vágysz. A lángok energiái szintén összekapcsolódnak minden egyes csakrátokkal. Miközben fejlesztitek a tudatosságotokat, fel fogjátok fedezni, hogy sokkal több csakra fog aktiválódni, és sokkal több lánggal fogtok megismerkedni, mint csak ezzel a héttel. Minden láng külön egyéni módon és együtt dolgozik egyidejű módon, mint a fény szivárványa, hogy támogasson és fenntartson titeket. Gondolj olyan energiákra, mint az örömlángja, a harmónia lángja, a vigasz és a béke lángja. A csodák egyszerűen végtelenek. Ezután szeretnék megosztani az elektronokról nektek némi megértést. Az élet egyik legkisebb megnyilvánulása olyan értelemben mérhető, amelyet az emberek elektronként értelmeznek. Ezek az elektronok a legfőbb teremtő testéből származó energiarészecskéket képviselik, amelyek örökké önfenntartóak, elpusztíthatatlanok, világítók és intelligensek. Az elektronok tiszta univerzális fényszubstanciák villámcsapásként reagálnak mind az Isten, mind az ember kreatív erejére. Különböző formákban, a fizikai világban atomokba állnak össze. A csillagközi űr a fény eszenciával van telítve. Az elektronok számát, amelyek egy adott atomban egymással összeállnak, a tudatos gondolat eredményezi és határozza meg. Az a sebesség, amellyel a központi mag körül keringenek, azt az érzések eredményezik és határozzák meg. Az örvénylő mozgás intenzitása a központi magban van, az Isten lélegzete. Ezért az isteni szeretet legkoncentráltabb tevékenysége, az energia, ami az ételeiteket növeszti a harmadik dimenzióban, és az ott található anyagot, mindent az elektronok különböző megnyilvánulásai teremtenek, amiket másképp minősítettek. Minden ugyanazon cuccból készül, hogy így mondjam, amit elektronnak hívtok. Valamennyi elektron az elsődleges forrás energiájából származik, ami a szeretet. Az elektronok a tudatosság éteri síkjairól energiarészecskékként kerülnek megteremtésre, energiájuk semleges és teljesen az élet szolgálatában állnak. Kizárólag csak akkor manifesztálódnak formában, amikor az élet más tudatos részei által képesítetté válnak erre. Az elektronok különböző formákat, alakzatokat és sűrűségeket vesznek fel, attól függően, hogy hogyan minősítik, vagyis mivel ruházzák fel őket. A világotokban, amikor a tiszta szeretetnél kevesebbel minősítitek fel azt az energiát, félelemmel, dühvel, kapcsisággal teremtetek, rosszul használjátok az elektronokat, és torzulásokat hoznak létre az életet szolgáló eredeti céljukban. Ez a rossz módon való teremtés, és ekkor tiétekké válik karmaként. Együtt kell élnetek a programozással, amelyeket az elektronokkal minősítettek. Amikor szeretettel kiegyensúlyozzátok az összes adósságotokat az életben, megtisztítjátok az összes elektront, amit rosszul használtatok fel, amivel visszaéltetek.
Ez az, amit a karma ledolgozásának hívtok. Figyeljetek, kedves fivéreim és nővéreim, amit következőnek majd mondani fogok. Ez lesz a legfontosabb számotokra, hogy ebből emlékezzetek mindenre. Isten naponta korlátlan számú elektront ad nektek, amellyel megteremtitek az életeteket, és mindig szabadon teremthettek meg bármit, bármilyen módon, amit csak kívántok. Aszerint, hogy mit teremtetek a gondolataitokkal, szándékaitokkal és érzelmeitekkel, az életetek visszatükrözi azt, ahogyan a számotokra elérhető elektronokat használjátok. Általánosságban elmondható, hogy az emberiség nem érti az elektronok megfelelő használatát, azaz megfelelő energiafelhasználást. Ezt a tudást elfelejtették. Az energiákkal való visszaélés által, amit a Föld felszínén tesztek, sok fájdalmat és szenvedést, nehézséget teremtetek magatok számára, a bolygótok, hát és mindenki más számára, aki itt fejlődik. Helytelenül minősítjük az energia használatát az önkétségen, ítélkezésen, félelmen, negatív érzelmeken és cselekedeteken keresztül, amik nem fejezik ki a szeretetet? Igen. Az elektronok válaszolni akarnak a szeretetre. Amikor helytelenül minősítitek őket azon vibrációkkal, amelyek mások, mint a szeretet vagy az öröm, eltorzultakká válnak, és ez a torzulás a kozmikus felelősségetekké válik. Mit gondoltok, hogyan érzik magukat a nukleáris energiára, vagy más típusú pusztító célokra használt elektronok? Ne feledjétek, a legfelsőbb teremtő tudatosságát és intelligenciáját hordozzák, mivel megbízást kapnak arra, hogy feltétlenül és feltétel nélkül szolgálják az életet, szolgálniuk kell az emberiséget bármilyen módon, amiről az emberiség úgy dönt, hogy felhasználja őket. Ezek az elektronok sokkal gyakrabban, mintsem maradnak beágyazódva az emberiség negativitásában, néha eónokra. Ez nem az, amit akarnak, vagy amire megteremtették őket. Fájdalmasan alákevetniük magukat ennek a visszaélésnek, a helytelenül való felhasználásnak. Az emberiség fel tudja használni az elektronokat, hogy abszolút paradicsomot teremthessen önmagának, a bolygónak és mindennek maga körül, vagy felhasználhatják arra őket, hogy elpusztítsák önmagukat és a világukat. Ez a szabad akarat kísérlete ezen a bolygón. Nem minden bolygón van szabad akarat olyan mértékben, mint amivel ti rendelkeztek a Földön. A szabad akarat visszaélése nagyon fájdalmas élmény volt az emberiség számára. Ez az, amiért az elektronok helyes használatát olyan fontos megérteni, a feltámadási láng segíthet nektek megtisztítani az elektronokat, amikkel visszaéltetek, magyarul helytelenül használtátok fel, hogy ismét a harmónia állapotába kerüljenek. Mint minden más, Isten minden lángja is elektronból áll. Azt mondod, hogy ha félelmek, negatív érzelmek felé orientálódunk, akkor az általunk használt energiával visszaélünk. A teremtő forrásból az elektronok a szeretettel telítődnek, és az élő tudatossággal hozzánk áramlik, hogy felhasználjuk őket. Pontosan. Ez állandó mindenhol, az összes univerzumban. Az elektronok képviselik az energiát, amit felhasználhattok, hogy napi szinten teremtsétek meg az életeteket. Ha helytelenül használjátok az elektronokat vagy energiát, akkor a sötétség mezőit hozzák létre bennetek és körülöttetek. Ha visszaéltek ezekkel, félelmet teremtetek önmagatok belsejében, vagy az energia negatív fajtáját vetítitek ki másokra, kétségben és ítélkezésben,
a saját testetek elektronjai torzultá válnak, és végül is betegséget, zűrzavart, életerőhiányt és korosodást, öregedést teremtenek. Hogyan használjuk fel a feltámadási lángot, hogy összhangba hozzuk a szükségleteinkkel? Miközben a mesteriségünkbe lépünk, bölcsességet és megértést szerezve tapasztalatainkból. Először is meg kell értenetek, hogy a feltámadási láng nem az egyetlen láng, ami az életet táplálja. Nem tudtok következmények nélkül spontán visszaélni az isteni energiával. Amikor az Isten energiáját szeretettel minősítitek, az elektronok elkezdenek különböző módon áramlani, harmóniát hoznak létre azért, mert ez a természetük, a természetetek isteni, és igen az övék is. Az érzelmeitekkel kell dolgoznotok, és nagyon tisztában kell lennetek a gondolat mintáitokkal, és a cselekedeteitekkel. Invokálhatjátok a feltámadás lángját, hogy segítsen nektek helyreállítani a harmóniát az életetekben, meggyógyítani az összes kérdéses problémátokat, és amikor elkezdtek újra minősíteni, elkezditek újra minősíteni az energiát, vagy az elektronokat az Isten lángjaival, az elektronok elkezdenek az óramutató járásával megegyező irányba forogni, az óramutató járásával ellentétes irány helyett. Ezt a belső munkát életmódnak kell tekinteni. A folyamat tevékenységének nem olyannak, amit hébe-hóba tesztek. Ez a legfontosabb feladatotok. És a spirituális szabadság kulcsa, amire régóta vágyottok. Ennek a lángnak az ajándékai személytelenek, nem korlátozódnak a 2000 évvel ezelőttire, hanem a teremtő minden gyermekére, bármikor, bárhol. Vannak, akik pénzügyeikre használják. Én vagyok a feltámadás és a pénzem élete. Mások a gyógyulásukhoz használják. Én vagyok a feltámadás és a tökéletes egészségem élete. Amikor elkezditek használni ezt, sok mindent megmutat a tudatosságotoknak a spirituális növekedésetekkel kapcsolatban. Mielőtt elérnétek, amit akartok, szükség lehet a tudatosságotok kertjének kigyomlálására. Miközben a vágyaitok egy tárgyára összpontosítotok, megmutatjuk nektek azt, amit újra át kell rendezni, és hogy miképpen változik a tudatosságotok, és az életetek is sokkal jobbra változik. Tudjátok, az öregség és a degeneráció soha nem volt az élet természetes jellegzetessége. A fizikai testetek kinézését meghatározza az alacsonyabb járműveitek, az érzelmi, mentális, éteri és fizikai testetekben hordozott fény mennyisége. A fény ezen természetes kisugárzása a testrendszereken keresztül alakítja a védelmi falat, amire a körülöttetek lévő fénycsőként utalunk. Amikor az elektronok lassan mozognak saját hangszíneikben, sejtjeikben, kevesebb fényt vonnak ki a felsőbb énetekből, ami ellenállást és gyengébb fényáramot hoz létre. Hogy mennyi életerővel fogtok rendelkezni a testetekben, és hogy hogyan fogtok elkezdeni érzékelni, ez attól függ, hogy az elektronok milyen gyorsan tudnak forogni a testetekben. Minél több méreganyaggal rendelkezel, annál kevesebb fényt tartalmazol, annál lassabban forognak az elektronok, és ez a testet az öregségre, a betegségre és a szervek, mirigyek és a rendszerek hibás működésére, rendellenességére serkenti, és idővel az egész tested elkezd öregedni. Telosban elértük a halhatatlanságot, azért, mert megtanultuk megtartani,
gondozni önmagunkat, és mindent, amit a fizikai életünkben csinálunk, mentális hozzáállásainkban és érzelmi testeinkben teljesen tisztán, negativitásmentesen. Rendszeresen megtisztítjuk magunkat azzal a sok eszközzel, amit nektek is tanítunk. Elektronjaink olyan sebességgel keringenek, hogy a testünk mindig fiatal és szép, csodálatos legyen. A halhatatlanság nem olyan rejtély, amit csak egyszer elkezdenek majd megérteni, hanem a valódi élet kibontakozása, ami isteni és természetes. A mesterek tudnak hibázni. Fel kell ismernetek, hogy amikor a mesterekről beszéltek, és a mesteriségről, hogy ott azért különböző szintek vannak. Ott vannak a negyedik dimenzió mesterei, az ötödik dimenzió mesterei, és az összes többi dimenzió mesterei is. Mindegyik dimenzióban az egyénnek a mesteriség egyre nagyobb szintjeit kell megtanulni. Például, ha a negyedik dimenzióban lévő mesterekről beszélünk, igen, ők is követhetnek el hibákat, de ez szintén a tanulási folyamatuk, mint nektek is. Többnyire a hibáitokból tanultok. A hibák, amiket ejtenek, nem olyan komoly hibák, azért, mert a nagyobb bölcsességgel rendelkeznek, és a magasabb dimenziós mesterek vezettetése alatt dolgoznak. A magasabb dimenziókban a dolgokat csoportokban és egységben végezzük, úgy, hogy mindig az egész bölcsességéből hasznot húzunk, és azokból, akik nagyobb spirituális eléréssel, megvalósítással rendelkeznek. Bármi is történjen az életetekben, mondjuk azt, hogy például elvesztettétek a házatokat egy tűzben, vagy balesetben volt részetek, vagy a lábatokat vesztettétek, vagy vakká váltatok, vagy nagy pénzösszegeket vesztettetek el, vagy egy sérült kapcsolattól szenvedtetek. Függetlenül attól, hogy mi az, hogy a kihívás kicsi vagy nagy, ahelyett, hogy dühösek, depressziósak, keserűek lennétek, mi lenne, ha azt mondanátok, mi az, amit meg tudok tanulni, és meg tudok gyógyítani ebből a tapasztalatból? A leckéknek való önátadásotok, melyeket kötelesek vagytok a kihívásokból megtanulni, a kulcs ahhoz, hogy gyorsan túlléphessetek rajtuk. Az életetek megváltozik, és nem kell ugyanazokat a leckéket magatokhoz ragadnotok. Haladhattok azokkal, amik sokkal több örömöt okoznak számotokra. A leckéket nem mindig kell nehézségek árán megtanulni. Nehézkessé válnak azok számára, akik úgy döntöttek, hogy teljesen figyelmünk kívül hagyják őket. Vannak olyanok, akik életidőről életidőre nem akarják látni, tudni, vagy bármi mást tenni a leckéikkel. Ekkor eljön egy olyan idő, amikor az élet többé nem engedi meg nektek, hogy figyelmen kívül hagyjátok a lelketek sugalmazásait, és ez az, amikor az élet nehézzé fog válni. Nem szükséges, hogy örökre megragadjátok a leckéket. Gyorsan túl tudtok rajtuk lépni, addig, amíg elkezd kirajzolódni a csodálatos gyémántfény megnyilvánulás, amíg vagytok, és ekkor eléritek a megvilágosodásotokat. A leckék, amiket megtanultok manifestálni azért, mert ti teremtettétek meg őket először. Ez nem az, amit Isten azért küld nektek, hogy bosszantson benneteket. A szabad akaratotokkal való visszaélésen keresztül létrehoztátok a leckéiteket és a valóságotokat. Ahogyan felelősséget vállaltok, és megvizsgáljátok a leckéiteket, és azt mondjátok, mi az, amit meg kell tanulnom ebből a rendetlenségből, zűrzavarból, amit megteremtettem? És milyen áldások vannak benne? Mi az ajándék? Bármilyen negatív vagy nehéz helyzet, amit az életben tapasztaltatok, átfordulhat valami csodálatosba, ha a helyes utat közelítitek meg. Még a betegségek vagy a pénzügyi veszteségek is megnyitják a lehetőségeket, hogy nagyobb áldások manifesztálódjanak, ha megnyitjátok a tudatosságotokat, hogy befogadjátok őket. Hány ember szerez nagy bölcsességet a betegségeiből, vagy egy véget érő kapcsolatból? Például még mindig sok ember rosszul bánik az állatokkal.
mert a tudatosságukban nagyon messze eltávolodtak az összes élet egységének igazságától. Sokan még mindig abban az illúzióban élnek, hogy az állatok az élet alacsonyabb formái, igaz? Az állatokkal való visszaélés megengedett, hogy megtörténjen. Kiróva a lelkükre a könyörtelen természet, lemészárlásukat, eldobásukat, elhanyagolásukat, ketrecbe zárásukat, láncra verésüket, laboratóriumi kísérleteket. Ez nem a megvilágosodás minőségét tükrözi. Amikor az emberek rosszul bánnak az állatokkal, bántják őket, megtagadják, hogy a legfőbb teremtő ugyanazon elektronjaiból állnak. Miután teljesen felismeritek, hogy minden, ami az Isten energiáján kívüli életetekben létezik, és az elsődleges energia mind ugyanaz, teljesen tudatába fogtok kerülni annak, hogy sohasem bánthatjátok az élet bármelyik más részét anélkül, hogy magatokat ezzel egyenlő mértékű módon bántanátok, és ezzel elviselve a karmát. Hadd adjam még hozzá, Adama, mondja Aurélia, ez nem csak az állati királyság, de a növényi és az ásványi királyságok is. A természet szellemeire meg az elementárokra is vonatkozik, amik a megvilágosulatlan emberek kezeitől szenvedhetnek? Természetes. Én az állatokat csak egy példaként említettem, vajon azok, akik szennyezik meg megerőszakolják a bolygót, úgy gondolják, hogy nem felelősek a cselekedeteikért? Mentesek a következményektől? Azok számára, akik megerőszakolják, szennyezik a bolygót, a vizeket, a levegőt, az életetek nagy lélegzete szenvedni fogja a teremtésüknek visszatérését. Ahogy vetsz, úgy aratsz. Néhány ember a Földön még mindig nagy károkat okoz a bolygónak, és az emberi testvéreiknek is. Idővel a cselekedeteik következményeit fogják learatni. Senki sem menekülhet el az Isten igazság szolgáltatás nagy törvényeitől. A másik körbe keringő félreértés, hogy mindenki majd az ötödik dimenzióba kerül, mikor a Föld felemelkedés állapotába lép. Mindenki, akik a tudatosságukat feltétel nélküli szeretetre váltották, szorgalmasan teljesítették a felemelkedés minden más követelményét, minden bizonnyal a bolygóval teszik ezt meg. De másoknak meg kell tapasztalniuk a teremtésüket, és folytatniuk kell az evolúciójukat, addig, amíg megkaphatják ezt, és átállnak a szeretetre és az egység tudatosságra. Sok segítséget és kegyelmet fognak kapni azok, akik ebben a pillanatban választják a felemelkedést, de azok, akik nem ezt választják, nem fogják ezt megtenni ebben a ciklusban. Alapvetően a bolygó legtöbb embere és a szerető jó ember, még akkor is, ha még nem ébredtek fel, mondjuk szellemileg, spirituálisan. Azok, akik újra és újra olyan sok problémát hoznak létre másoknak és a bolygónak, nem lesznek jogosultak a felemelkedésre, és megtapasztalják az eltorzult teremtéseik és visszaélésük hozzájuk való visszatérését. Számukra a felemelkedés egy másik ciklusban válik lehetőségé. Mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy az ötödik dimenzióhoz jusson, de ezt nem mindenki teszi meg most. Mivel a felemelkedés folyósói ebben az időben szélesre vannak tárva, nem jelenti azt, hogy örökre nyitva maradnak. A felemelkedés folyósóit hosszú ideig bezárták a felszíni lakosok számára, és senki nem tudja, mikor fognak újra bezárulni vagy újra megnyílni. Ez a döntés nem tartozik a mi hatáskörünkbe. Még több ezer év is eltelhet, mielőtt újabb ilyen lehetőség nyílik a felemelkedésre. Azt javasoljuk, hogy ne maradjatok karóhoz kötve a határozatlanságotok állapotában. Válasszátok most, és kövessétek a választásotokat. Hadd tisztázzak valamit még. Jelenleg vannak a Földön azok, a koruk miatt, mint például az időskorúak, akik úgy döntöttek, hogy a belső síkon a felemelkedésbe lépnek, de ebben az életben nem jogosultak erre. Túl sok van számukra, amit még nem tisztítottak meg, és nem értettek meg. Néhány kedves léleknek, öreg és beteg a teste, nem volt lehetősége arra, hogy teljes mértékben megnyissa a megértését.
Lélekszinten gyengéd emberek, akik ártalmatlanok. Sokan közülük elhagyják a testüket, de ez nem azt jelenti, hogy nem jutnak be a felemelkedésbe. Az isteni kegyelem számukra az, hogy egy újabb lehetőséget kapnak arra, hogy inkarnálódjanak az új világban, amiben most lépünk be, és a felemelkedés folyamatába lépjenek a következő életben, ami sokkal könnyebb és örömtelibb lesz számukra. Ez az isteni kegyelem nekik. Miközben az emberek a bolygón belépnek a negyedik és ötödik dimenziós tudatosságba, továbbra is lesznek gyermekeik. A legtöbb civilizáció a magasabb dimenziókban is rendelkezik gyermekekkel. Sok ilyen lélek fizikailag felemelkedik a következő élettapasztalatukban, minden lélek számára a megfelelő lehetőség lesz. Most szeretnénk kibővíteni a mondani valómat még a feltámadási láng használatáról, a fizikai test megfiatalítására és a halhatatlanság tárgyára. Fontos megérteni, a feltámadási láng és az összes többi láng felhasználását. A feltámadás energia kulcsfontosságú vibráció a fizikai test halhatatlanságának eléréséhez. Ha meg akarjátok tenni a változást a testetekkel, anélkül, hogy átmennétek a fizikai halál folyamatán, a feltámadás lángja nagyban segít nektek. Látjátok, amikor valóban érdeklődtök a saját fejlődésetek iránt, és hagyjátok, hogy a feltámadás lángja rendszeresen áthatoljon a testeteken, nagyobb mértékű harmóniát, szépséget, vitalitást fogtok kifejezni. A halhatatlanság nagyobb ifjúság és vitalitás kifejezésével kezdődik a szellemi energiátokban. Az a lélek, aki elért bizonyos érettségi szintet, az arcán és formájában sokkal szebbnek és kifinomultabbnak kell, hogy legyen, ahogy az évek múlnak. Az öregedés során tapasztalható öregedési folyamat természetesen megváltozik az elkövetkezendő években. Már sokat változott, ahogy öregszetek és több fényt integráltok a tudatosságotokban, el fogtok majd kezdeni még több szépséget és tökéletességet kifejezni a fizikai testetekben. Ettől dalra fakadt a szívetek? A torzulások létrehozása a testben, az életerő elvesztése és az egyre öregebbnek való kinézés nem isteni tulajdonságok. Arra ösztönözünk titeket, hogy kezdjetek el szándékkal kifejezni a feltámadás lángját azzal a képességével, hogy megfordítsa az öregedést és ragyogóvá tegyen titeket. El tudjátok képzelni, hogyha minden sejt, atom és elektron a testetekben elkezdene ragyogni, akkor világossá és sugárzóvá válnátok? A testetek magára tudná ölteni a tökéletes szépséget és az isteni énetek összes attribútumát, jellegzetességét. Ahogyan korosodnátok, fokozatosan annál szebbé és istenibbé fogtok azáltal válni a fizikai formátokban. Ez az, amit elértünk mi Teloszban, és ez az én fő üzenetem számotokra. Mivel alapvetően azonosak vagyunk genetikailag, amit elértünk, mindannyian elérhetitek. Némelyikünk Teloszban több ezer évet élt, az öregedés jele nélkül. A feltámadásnánk fontos tényező a fiatalságunk fenntartásában. Készen álltok a meditációra? Arra kérlek titeket, hogy minden porcikátokkal hangolódjatok most a meditációra,
Szívjátok be az összes energiát, ami érkezik hozzátok, és ezt ismételjétek majd meg minden áldott nap, a szándékotokat kifejezve. Lazuljatok, vegyetek nagyon mély lélegzeteket lassan, az orrotokon keresztül és a szátokon át engedjétek ki. Most meghívunk benneteket a feltámadás templomába, ami közel van Jeruzsálemhez. Az ötödik dimenzióba én Adama, Szananda nagyúrral és Nada úrnővel. E templom egyik feladata, hogy támogassa az emberiséget az igazi feltámadás energiáival, amelyek sok szinten történnek meg. Az azonnali és jövőbeli fejlődésben többé nem akartok egyszerűen felszínes vagy átmeneti gyógyulást manifesztálni különböző problémáknál, amelyek megterhelnek, függetlenül attól, hogy fizikai, érzelmi, mentális vagy spirituális természetűek-e. Amit meg kell tennetek, az az, hogy betöltitek a feltámadás energiáját a testetekbe és a tudatosságotokba, tudva, hogy ez segíteni fog a vibrációtok megemelésében a jelenlegi életkörülményeitek frekvenciája felett. A feltámadás lángja elérhető számotokra bármikor, ingyen van és szabad. Mindössze egy kis időt vesz igénybe az összpontosításotokat és a szereteteteket, megidézzétek és dolgozzatok vele. Most kapcsolódj a szívedben az én vagyok jelenlétedhez, miközben néhány mély lélegzetet veszel. Miközben ez a jelenlét leereszkedik hozzád, a fénytestedben elvisz téged tudatosságban a feltámadás templomába. Tudja, hogyan juttathat téged oda. Ha ezt akarod most, velünk együtt jöhetsz el ezen az úton. Meghívlak téged, hogy fogalmazd meg a szándékodat a szívedben most. Ezt a templomot olyan anyag alkotja, amely hasonlít a gyöngyházhoz. Körkörös kialakítású, és úgy ragyog, mint egy nap a távolban. Úgy néz ki, mint a gyöngyök és arany napfény, mintha ragyogna e körül mindenhol. Különböző helyeken más lángok fényességét tükrözi. Kérd meg a vezetőidet, hogy vigyenek el ide a fénytestedben, és legyél tisztában ezzel a hellyel a tudatosságodban. Most lásd önmagadat ott, belépve egy hatalmas terembe, amit a feltámadás csarnokának hívnak. Ez sok termet és bejáratot tartalmaz, sok különböző dimenziójú lény használja ezt a csarnokot. Különböző magas frekvenciákon rezeg az eltérő helyeken, hogy alkalmazkodjon más dimenziókhoz is. Most látod a lények egy csoportját, a templom őrzőit közeledni, hogy üdvözöljenek téged, és elkísérjenek az itteni tapasztalásodért.
A harmadik dimenziós embereket a vibrációs tűrésüknek megfelelően tervezett kamrákba visszük be. Ez a templom jól látogatott a galaxisból, és azon túl is sok lélek van, aki meglátogatja ezt a bolygót, idejön feltöltődni. Lélegezd be a csodálatos arany bíborláng energiáját, és engedd ennek, hogy beletöltődjön a lényed minden részecskéjébe. Ez a láng segíteni fogja a tudatosságod kiterjedését, az életed megértését és a következő szintre való fejlődésedet, mint amit jelenleg fenntartasz. Lélegezz be, és integráld a feltámadás tudatosságát és energiáját. Lélegezz be minden sejtedbe, minden atomodba, és az összes sejted és összes tested elektronjaiba. Használd a feltámadás lángját rendszeresen napi szinten, és ez folytatja a kiterjedését benned az örökké valóságig. A magasabb dimenziós létezők még mindig használják ezt arra, hogy kiterjesszék a tudatosságukat magasabb szintekre. Maradj velünk egy ideig a feltámadás csarnokában, és a templomban is azokkal, akik kedvesen önként vállalták, hogy elkísérnek téged. A feltámadási láng millió angyala táplálja, szolgálja és segíti az emberiséget, különösképpen azokat, akik tudatosan kapcsolatba lépnek velük, és ezzel a lánggal. Nem csak a lánghoz, hanem minden olyan csodálatos angyalhoz is hozzáférhettek, aki hajlandó együtt dolgozni veletek négy szemközti alapon, hogy tápláljon és viszont szeressen téged, visszasegítsen a spirituális szabadságodba. Miközben ezen aranycsarnok csodálatában állsz, a feltámadási láng számtalan aranybíbor lángját látod, az összes formájukban, méretükben égni, állandóan égnek, hogy segítsenek a Földnek és a fejlődő emberiségnek. Sétálj körül a csarnokban, hogy megnézhesd az összes csodát. Miközben sétálsz, a vezetőid egy különleges körre vezetnek téged, amely a Föld felszíni lakói számára van fenntartva. A kör különböző méretű és formájú lángokból áll. Úgy néznek ki, mint különböző változatú virágok. Ezen a helyen székek vannak, a feltámadási székek egyike most megszólít téged, hogy csendesen ülj le, és merülj bele az energiákba a testeiddel. Ez olyan érzés lehet, mint egy lótuszvirágban ülni, de ennek a virág alakját és megjelenését veszi fel a feltámadási láng. Ez az aranybíbor láng
teljesen beburkol téged, hogy megemeld az energiáidat, és előidézd a gyógyulást és kényelmet a lelked számára. Ahogy ülsz és szemléled a tapasztalatod csodáit, lélegezz be és szívd fel az összes energiát. Érezd a lényed minden aspektusán áthatolni, most tölts el néhány percet, hogy tudatosan kérd azt, amit meg szeretnél tisztítani, és az életed bármilyen területét is, amit leginkább fel szeretnél támasztani. Összpontosíts az egyedülálló ajándékra, amit ma kaptál. Táplálva és szeretve a vezetőid és angyalaid által, akik elkísérnek. Lélegezz be még jobban, azért, mert még többet akarsz visszavinni ezen energiából a fizikai testedbe. Érezd a tested, miközben bevésődik és lenyomatot képez a feltámadási lángról, és legyél tisztában azzal, hogy milyen hatással van ez rád. Felébreszti az érzékszerveidet, hogy jobban érezd magad. Érezd az örömöt, amit az előidéz a szívedben. Szív fel mindent, amit tudsz, és érezd, hogy mennyivel könnyebbé váltál ebben a székben. Úgy érezheted, mintha az angyalok a fényszárnyaikon hordoznának. Tudatosan határozd meg a szándékod, hogy ez a csodálatos láng szó szerint felemeljen téged, és kihozzon a nehéz helyzetekből, amiket megpróbálsz meggyógyítani és kiegyensúlyozni. Ne habozz meghívni Jézust és szeretett Nádáját, és a feltámadási láng impulzusai támogatnak téged. Ők ezen láng mesterei és vezetői. Ha Szananda Jézusként fel tudta emelni a saját testét a halálból, és ugyanezt az energiát használta, hogy Lázárt feltámassza, minden bizonnyal nagy mértékben segíthet neked is. Amit ő tett, ti is meg tudjátok tenni, de egy bizonyos idő kell, hogy kiépítsétek a saját impulzusotokat. Használhatod ezt a lángot, hogy szó szerint feltámaszd a saját testedet, a tökéletesség, a szépség, a ragyogás, a fényesség, a halhatatlanság, a végtelenség teljes isteni állapotába. Amikor teljesnek érzed magad, térj vissza a teljes tudatosságodhoz, és kelj majd fel a helyedről. Térj vissza, hogy ismét találkozz velünk a feltámadás csarnokának bejáratánál. Visszaviszünk a fizikai testedhez, de a kapcsolatod a lánggal meg fog maradni. Bármikor szívesen látnak és üdvözölnek a feltámadási templomban, hogy leülj egy székre bármikor, amikor csak kívánod, és megkapd az összes ezzel járó előnyt mindenkor, és mehetsz minden nap is, vagy annyiszor, akárhányszor akarsz. Most szereteted, békét, harmóniát és gyógyulást küldünk Teloszból és a fényközösségünk tagjaitól. Tudjátok, hogy veletek vagyunk mindenkor és közel vagyunk hozzátok, amikor hívtok. Bármikor, amikor csak kapcsolatba kívántok lépni velünk, a szívünket megnyitjuk. Fivérek és nővérek vagyunk,
és mélységesen szeretünk benneteket. És ez így van.